Sziasztok! Többen kérdeztétek többféle fórumon, hogy hogyan lehet a Discord szerverre regisztrálni, csatlakozni, csoportokba belépni. Nem látjátok azt, amit kéne. Csináltam egy rövid videót, hogy eloszlassuk a kérdéseket. Legfontosabb, menjetek föl mondjuk a Párásító Facebook csoportba, és ott van itt a névjegyfül alatt a link, amivel csatlakozni tudtok, de ha nincsen semmiféle regisztrációtok, akkor látogassatok el a discord.com weboldalra, és mondjátok neki azt, hogy nyissa meg a böngészőben a Discordot, de mivel nem vagytok regisztrálva, és bejelentkezve választani kéne egy user nevet, én most a Troppauer Hümért adtam meg, és elfogadom a felhasználási feltételeket, majd rákattintok a kis nyilacskára, és biztosítom őket arról, hogy én egy ember vagyok. Mikor születtem, megadjuk neki. És itt a Join Serverre kattintasz, és bemásolod ezt a linket, amit a csoportban lehetett találni. És rögtön a kezdőképernyő fogad, olvasd el a szabályzatot, hol csevegjél, hogy csatlakozz a Patreon közösséghez. Ha ezekből egyik sem érdekel, akkor itt a legalsó gombra kell kattintani. És fontos, a regisztrációnál kikötés volt, hogy egy visszaigazolt e-mail címmel rendelkezzen a felhasználó, már csak azért, hogy ne jöjjenek, menjenek a mindenféle trollok a csoportba, úgyhogy ide adjátok meg az e-mail címeteket. És adjatok meg egy tetszőleges, általatok választott jelszót. Ha ezzel megvagyunk, akkor itt írja, hogy elküldte a megerősítő linket az általunk megadott e-mail címre, és hogy le tudjuk tölteni a Discord alkalmazást a számítógépünkre, ami természetesen van Mac-es verziója, van Windows-os verziója, de hogyha egyiket sem akarjátok letölteni, akkor telefonon is van neki kliense, iOS-re is, Androidra is, illetve böngészőben is lehet futtatni a dolgot. Na, igazoljuk vissza az e-mail címünket, ezt az ablakot bezárhatjuk, és ha bezártuk az ablakot, akkor már látjuk is a beszélgetés fonalát. Ugye itt még fönt írja, hogy vissza kell igazolnunk az e-mail címünket. Ezt mindjárt megtesszük. Ugye itt egy rövid üzenet. Milyen szobák vannak, hol mit talál az ember, és egyből mehet is mondjuk a chat szobába. És itt az e-mail, visszaigazoljuk, és már is használhatjuk a Discordot teljes pompájában, itt a chat alatt. El kell fogadni a szabályokat hozzá. Ha elolvastuk, jóvá hagyjuk, és kész is vagyunk, ezt bezárhatjuk. A böngészőben nézzük, és azt látjuk, hogy itt vagyunk, mint Troppauer Hümér, és gőzlérek vagyunk. Érdemes benézni ide a szabályzat topikba, és itt a Discord jogosultságok PDF-et megnyitni. Hogyha ezt megnyitjátok, akkor ebben megtaláljátok,
hogy milyen jogosultságok vannak, azok mit csinálnak, és milyen parancsokkal tudtok csatlakozni hozzá. Itt a kis gombostűre kattintva megjelenik az összes kitűzött poszt, és hozzá is tudunk ugrani. Ha hozzáugrunk, akkor pedig láthatjuk, hogy melyikhez melyik gombbal tudunk csatlakozni, tehát ha én kutatói rangot szeretnék igényelni, akkor megnyomom itt a K betűnél a gombot, és már meg is jelent itt a Das Lack with Boat és a kutatók csoport. Hogyha rákattint az ember, akkor pedig ide be tudja dobálni a linket, amit talált. És akkor ide beírja a linket, mondjuk. És ezzel kész is vagyunk. Hogyha egymással szeretnének az itt szereplő emberkék beszélgetni, akkor azt megtehetik itt a közösségi gombra kattintva, akkor jóvá hagyják, hogy csatlakozhatnak a hangcsatornához, és a mikrofont engedélyezik. Csatlakoztak is, hogyha akarnak, akkor kameraképet is tudnak indítani, vagy képernyőképet is tudnak osztani, és akkor látszik is, hogy a kis zöld buborék a nevem mellett világít, tehát most én beszélek. Hogyha innen ki akarok lépni, akkor pedig itt a Disconnect-re kattintok. Ennyi gyakorlatilag. Ilyen bonyolultnak semmiképp nem nevezhető folyamatot kell elvégezni ahhoz, hogy valaki tudjon itt a csoportban mindenféle linkeket megosztani, vagy esetleg, ahogy a doksiban is írtuk, mindenféle egyéb, tehát megosztóként, vagy fordítóként, vagy bármilyen más minőségben részt venni és kivenni a részét a munkából. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Bármi kérdés van, kommenteljetek a videó alá, vagy írjatok a Discordon, a chatbe. Sziasztok!